Magyaródon a falu volt lakója Erős Zsolt a Hópárduc emlékére rendezett ünnepségen elsőként édesanyja, Edit asszony és özvegye Hilda lépett a résztvevők elé. Marosán László, a Juhász Jácint művelődési ház igazgatója, a vendégek köszöntése után Erős Zsolt az poétikájából idézett. Számomra két időszámítás létezik, a vers előtti és a vers utáni. A köztes, mintha nem is az én időm lenne, nincs hatalmam felette. Zsolt, akit a nagyvilág hópártucként tisztelt, utolsó interjújában hasonlóképpen nyilatkozott. Mindig van egy expedíció előtti és egy expedíció utáni életem. Mikor az ember elutazik, ezzel számot vet. A köztes idő felett nem volt hatalma, ott a hegyek jégszobor szelleme irányította. Zsolt szenvedélyes szerelemmel hódította mérnök a világ 8000-eseit, kicsi országunk nagy-nagy dicsőségére. 2001-ben volt az első eladás a művelődési házunkban, ettől kezdve minden évben több vetítéssel egybekötött nagy sikerű élmény beszámolót tartott. Tudatában volt annak, hogy a hegyeken töltött minden pillanat, minden lépés végzetes lehet. Egy szerencsés túléléssel kapcsolatban így nyilatkozott. Sietek le, elromlott az idő, és a hó is jön. A hósodrásból szeretnék kimászni, de a sziklám elcsúszva zuhanok. A hóra visszaérve fékeznék, de hiába. Sebességem továbbra is ijesztő, s néhány bukfenc, körgés zuhanás után már nem is próbálkozom többet. Próbálok minél kényelmesebben csúszni. Mikor hason, fejjel előre kerülök, felfedezem, hogy így a legkényelmesebb csúszni. És nagyszerű a kilátás is. Erős Zsolt 2013 májusáig 10 8000 méter fölötti csúcsot hódított meg, ebből kettőt műlábbal. Ő volt az első magyar, aki feljutott a Monteverestre 2002-ben, és még abban az esztendőben önkormányzatunk az év sportolója kitüntetésben részesítette. A Juhász Jácint Művelődési Házunk babérkoszorúval tüntette ki kimagasló teljesítményéért. 2013. május 20-án Kis Péterrel együtt elérte a Kanchenjunga csúcsát. 21-én a sikeres csúcsámadás után a visszaúton a hegy könyörtelen jégszobor szelleme nem engedte el többé legyőzőit. Minden magyar, székely örökre lelkébe zárta. Országszerte és határainkon túl is Zsolt emlékére számtalan jelképet hordozó kopjafát állítottak, melyeken tömör, formai jelzés ábrázolással az egész életút megjelentésére is lehetőségük volt a kopját fafaragó mestereknek. Kútvölgyi Pál írja, Zsolt a legutolsó expedíción a Himalájánál is magasabbra emelkedett. Ezt a végső csúcsot azonban nem az út felénél, hanem a legvégén magasodik mindegyünk felé. Megemlékezést tartott Babic László polgármester. Azt gondolom, hogy a jelenlévők számára nem kell nagyon bemutatnunk Zsoltot. A legsikeresebb magyar hegymászó honfitársaink közül elsőként lett Hópárduc, elsőként ért fel a világ tetejére. Csíkszeredán született, de 1998-tól itt Magyaróban élt közöttünk. Településünk önkormányzata úgy döntött, hogy egy kopjafával tisztelek Zsolt emlékére. Egy olyan kopjafával, amely a Harvitáról került hozzánk. Madéfalvi mester munkája. Madéfalva, Magyaró testület települése az, aki ezt a kopjafát ajándékba adta nekünk. Madéfalva, ahová Zsolt is erősen kötődött, hiszen édesapja Madéfalváról származott. Sokszor hallhattuk őt itt ebben a művelődési házban, ahogy el is hangzott, én magam is többször jelen voltam, utolsó előadására a kislányával érkezett. 2010-es hegymászó balesetét követően maga kérte a lába amputálását, hogy továbbra is hegyeket hódíthasson meg. Amikor eljött közénk ezt követően és beszélt részletesen a balesetéről és a felépüléséről, ezt is, mint egy kívülállóként szinte hidegvérrel tette. Ebből érthettük meg, hogy az ő sikerének a titka, szóval hihetetlen kitartás volt.
és hát Székely lévén nem hiányzott belőle a kellő konokság sem, azt gondolom, és mindig tudta, hogy mit akar, és összeszorított foggal ment abba az irányba a célja érvelése érdekében. Eljött a testvértelepülés Madévfalva polgármestere, Szentes Csaba is. A rendezvényen részt vett mások mellett Petrás Mária népdalénekes is. Hallgassuk most őt, amíg a kopjafalvatás képeit nézzük, ahol a Szent László Ijász Egyesület tagjai álltak sorfalat. Az Erős Zsolt emlékére állított kopjafára Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus lelkész kérte az Úr áldását. Az avatóünnepség koszorúzással zárult.